Na, ma este nagy nap lesz. Igen. Izgatott vagy? Aha, egyszerre vagyok izgatott és ideges, ideges és izgatott. És mikorra várjuk? Bármikorra. Ma is találkozhatsz vele, maradhatsz vacsorára. Nem szeretném tönkretenni a randitokat, de szívesen hallanék valami szaftos pletykát. Oké. Hol találkoztatok, és mikor? Igazából gyerekkorunktól barátok vagyunk. Tényleg? Soha nem mondtad ezt. Aha, együtt játszottunk, amikor kicsik voltunk, és tiniként... annyira bele voltam zúgva. Tudod, nekem ő volt az a srác, akire azt mondjuk, hogy wow. Amikor egyetemre mentünk, valahogy elfeledkeztem róla, mert tudod, amikor valaki egyetemista, azt hiszi, hogy na most megy és meghódítja az egész világot. De a legcsodálatosabb az, hogy éppen akkor ő keresett engem. Éveken keresztül. Beszélt a barátaimmal és egy csomó emberrel, hogy megszerezze számomat. Ez olyan hihetetlen. Tényleg? Már is megkedveltem. Ez olyan édes. Igen. Éppen ez az, amiért mindent olyan tökéletesre szeretnék. Egyszer már elvesztettem őt, nem akarom még egyszer. Tudod, kezdek kiöregedni az ostoba játékokból. És ő tud erről? Igen, tudja. A múltat nem veszi figyelembe, és szeretné, hogy én is túljussak rajta. Igazából nem is törődik vele. Minden tud a múltadról, és egyáltalán nem bánja. Nem, nem bánja. Önmagamért szeret engem, és még az elkötelezettségről is beszélt. Tényleg? Ez kezd komoly lenni. Igen. Tudod, egy igazi életmentő, egy nagyon rossz helyzetből emelt ki engem. Elég sötét helyen voltam, ugye emlékszel? És ő visszahozott olyan valakivé, ami ennek lennem kellett. Most olyan szerencsésnek érzem magam. Szerintem is. Igazából hagyd mondjam azt, hogy szerintem ő a szerencsés. Egy háromfogásos vacsora, ez fantasztikus. Mikor is jön? Ez meglepetés. Hú, ez egy kicsit titokzatos. Igazából azért, mert valójában én sem tudom. Micsoda, spontán is váratlanul akar megjelenni. Aha, neki vannak ilyen húzásai. Lényeg, hogy készen legyen a vacsora. Hogyan? Honnan tudod, hogy mikor megérkezik, még meleg lesz a vacsi? Hát az az igazság, hogy mindent be lehet tenni a hűtőbe vagy a fagyasztóba, és csak beteszem a sütőbe, amikor megjelenik. Oké, nem akarok kötekedni, de mi van akkor, ha nem jelenik meg? Mi van akkor, ha ő is olyan, mint a többi, és megvárat? Nem fog. Honnan tudod? Tudom. Miért vagy biztos benne? Azért, mert azt mondta, hogy jön, és én hiszek neki.